Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntöm Önöket. Mai szakmai napon én gondoltam, hogy egy kis mediterrán hangulatot, egy kis dolce vitát is vigyünk be a szakmai előadások közé. Egy olasz témakörrel szeretném Önöket szórakoztatni az elkövetkezendő 20 percben. A CL szlogenje Your Energy for Over 30 Years, hát olaszul kellett volna írni, de hát itt gondoltak, hogy ez nemzetközi audienciának jobb hangul van írva, de több mint 30 éve foglalkozunk mi energiaellátással, és hát ezen belül is, merre? Ja igen. Alapvetően a CL 30 évvel ezelőtt a szünetmentes áramellátással kezdte meg a tevékenységét. A küldetésünk is ez az energiaellátás, ugye ez két részre osztva, a biztonsági energiaellátás, illetve a megújuló energiaellátás. Hát röviden a cég története, mondjuk csak slágvortokban felvillantva néhány fontosabb évszám, nem akarok ezen végigmenni, a néhány fontosabb momentumot szeretném csak kiemelni. 1983-ban alapította Enrico Pensini úr a céget Milánó mellett, szünetmentes tápegységek fejlesztésére és gyártására hozta létre. 1990-ben költözött a mai főhadiszállására, szintén a milánói agglomerációban található Trezzano Rózába, az A4-es autópályáról kiválóan látszik. És aztán jöttek sorban egymás után az események, de 1990-nek volt még egy nagyon fontos eseménye, legalábbis számomra. A magyarországi képviselet ebben az évben jött létre, tehát látszik, hogy a CL több mint 30 éves történetéből majdhogy nem az egész részben Magyarországon is zajlott. Aztán utánunk jöttek az angolok 1991-ben és így tovább. Hát egyre gyarapodott a fejlesztés során a szünetmentes tápegység család, míg aztán a 2000-es évek következtében belépett a megújuló energia fejlesztés is a cég életébe. Hát a szünetmentes tápegységek mellett megjelentek az inverterek, ami talán logikusnak is tekinthető, a szünetmentes tápegység is nagy frekvenciás teljesítmény elektronika, egyszerűen kinőtt abból a fejlesztési környezetből ez a fotovoltaikus inverter család, ami aztán egyre nagyobb súlyt és tért kapott a CL gyártmány választékában és portfóliójában. Hát közben Pensini úr is nagyon aktív volt, mert 2006-ban ő az olaszországi Assosolare-nak az egyik alapító atya volt, az olaszországi fotovoltaikus ipari szövetségnek az egyik alapítója, és hát aztán egyre másra születtek a különböző nagy naperőmű parkok, amikben már Soleil inverterek működtek. Spanyolországban születtek az első 2008-ban 22 megawattos, 10 megawattos és egyéb 14 megawattos rendszerek. Aztán hát persze ez Európa és a világ más országaiban is folytatódott. 2010-ben olyan nagy volt az ugrás, hogy a gyakorlatilag egyik évről a másikra a CL megduplázta az árbevételét, hiszen abban a robbanásszerű fejlődésben, ami akkoriban lezajlott Európa és világszerte, a CL már készen állt egy új terméksorral, tehát nagyon okosan időben kezdték az új termékeket fejleszteni, és amikor erre nagy igény mutatkozott a piac részéről, akkor a CL kész megoldással tudott a kedves megrendelőink rendelkezésére állni. Tehát bővült is a főhadiszállás. És hát aztán tovább léptünk Európából Amerikába. 2012-ben alapítottuk az amerikai leányvállalatot, kimondottan az Egyesült Államok részére. Dél-Amerikában korábban is voltak szállítások, de az Egyesült Államokban egy saját leányvállalat jött létre. És hát tulajdonképpen talán az utolsó, egyik legutóbbi munka volt Chilében, egy majdhogy nem félsivatagos környezetben egy 36 megawattos teljesítményű napelempark építés, és most már világszerte 1,8 gigawattnál jár a Soleil inverterekkel működő rendszereknek a mennyisége. Hát ebben a kis előadásban szó lenne szünetmentes tápegységekről is, ezen most át fogunk ugrani, mert ez nem a mai nap témája. Aztán a megújuló energia területén lévő termékeink, illetve hát a szoftver felügyelet, monitoring rendszerek és a szerviz karbantartás. Hát tulajdonképpen itt mindjárt az UPS-eken át is ugorhatunk, hiszen ez a szlájdok itt vannak, de az idő rövid, hogy most erről én beszéljek. Minden esetre azt kell csak megjegyezni, hogy ezek kiváló minőségű berendezések.
De hát térjünk rögtön a megújuló energiák, energiaforrások mezejére. Tehát 2000 óta a CL inverter gyártó is, nem csak UPS gyártó. Ezek mind hálózatra csatlakozó inverterek, tehát szigetüzemű rendszerekkel nem foglalkozunk, de hát vannak egész speciális alkalmazások, vízi szivattyúk működtetésére vagy energiatárolásra is alkalmasak lehetnek. Hát itt vannak a főbb termékcsoportok, fölvillantva string inverterek, a DSPX transformátoros inverter kültéri változatban, illetve a nagyobb megoldások a power station vagy inverter állomások, amelyeknek különböző kivitelei vannak, most már európai és amerikai szabványokhoz igazodva, az energiatárolás, illetve hát különböző kiegészítő egységek. Ezekről fogok akkor most részletesebben egy-két szót szólni. A string inverter az, ami Magyarországon a leginkább elterjedt, hiszen az elmúlt években mi alapvetően az 50 kW alatti háztartási méretű kiserőművekkel foglalkoztunk, és ezek keretében alapvetően string invertereket szállítottunk nagy számban. Az csak egy apró megjegyzés, hogy ezeket a CL ma már nem gyártja. Tehát Magyarországon ezzel ismerkedhettek meg, de hogyha valaki ilyet tőlünk rendelni szeretne, azt sajnos el kellene utasítanunk. A CL az elmúlt évben kivonult a string inverterek gyártásából, és inkább a nagyobb teljesítmény inverterek gyártására koncentrálunk. Ezt most nem részletezem, hogy ennek milyen magyarázata van, ez egy külön előadást megérne. Hát nézzük akkor tulajdonképpen a nagyobb teljesítményű galvanikus elválasztású invertereket, ez a DSPX család, és a Soleil, az pedig az inverternek a márka neve, tehát a CL a cég neve, a Soleil az pedig az invertereknek a neve. Ez egy háromfázisú család, ez a DSPX család, hát azt lehet mondani általánosságban, hogy nagyon magas hatásfokkal, master slave működési elvvel, és ezen belül is hát létezik egy TRL-TRH, illetve egy TLH-280-380 alcsaládja ennek a DSPX családnak. Hát nézzük meg, hogy ez mit jelent. A TRL és a TRH az abban különbözik, hogy a DC oldali feszültségtartomány nem azonos a kettőben. A TRL az a low, tehát az alacsonyabb feszültségtartományra utal. Itt a DC oldalon 330 és 780 volt közötti tartományba esik a munkapont. A TRH-ban pedig 460 és 1000 volt közötti tartományban. Nyilván az alacsonyabb teljesítményű inverterek, a 10 és 250 közöttiek működnek a TRL sorozatban, és a nagyobbak 80 és 250 között pedig a TRH sorozatban. Mivel ezek 400 volt kimenettel rendelkeznek, tehát ezek a kis feszültségű hálózathoz csatlakozhatnak, tehát ezek nem a középfeszültségű hálózatra csatlakozó rendszerek lehetnek. Na most a kimondottan középfeszültségű hálózata csatlakozó család, alcsalád a DSPX sorozaton belül a TLH-280-380 típus család, amely nem tartalmazza az inverteren belül a galvanikus elválasztó transformátort, mert ez már középfeszültségre csatlakozásra készült, és nyilván azt nem lehet az inverter belsejében elhelyezni. A galvanikus elválasztásról talán egy szót, ennek Magyarországon különösebben nem tulajdonítanak nagy jelentőséget. Olaszországban és Nyugat-Európában sokkal jobban figyelnek arra, hogy az inverterekről ne kerülhessen DC feszültség a közcélú hálózatra, ezért általában előírják a galvanikus elválasztást az inverterek és a közcélú hálózat között. Tehát ezek valamennyien, ezek az inverterek megfelelnek ennek a követelménynek, tehát kis feszültségen is van inverter elválasztó transformátor, illetve hát itt egyértelműen, hogy a középfeszültségű transformátor az megvalósítja ezt a funkciót. Hát ugye ez a TLH-280-as típus alcsalád sorozat, ez 460 és 1000 volt DC tartományban működik, és 280 volt AC kimenettel rendelkezik. Ugye ez a 280 volt, ez egy köztes feszültség, ez nem egy szabványos feszültség, hiszen ezen a feszültségen csatlakozik az inverterre a középfeszültségű transformátor, tehát ez nem egy szabványos feszültség. Ugye ez kimondottan a köf transformátorhoz való csatlakozás miatt ennyi, de létezik ennek egy 380 voltos változata is, hát mondjuk itt azt mondhatjuk, hogy az tulajdonképpen a 400 voltos hálózathoz is csatlakozhat elméletileg, hogyha valaki ezt szeretné. Na most ennek a DSPX családnak, amiről beszéltünk,
Ennek van egy kültéri változata is. Ez a kültéri változat, ez kimondottan az Egyesült Államok piacára készült, ahol ezeknek van elterjedtsége, illetve ezt preferálják az alkalmazásokban. Tehát ez az inverter, amit az előbb bemutattam, ez egy kültéri dobozba kerül beépítésre, és hát így tulajdonképpen az amerikai szabványoknak megfelel. Végsősorban mondhatjuk, hogy ugyanolyan inverter, mint amit az előbb láttunk, csak egy megfelelő dobozolással. És hát elfelejtettem mondani, tehát ezek azért már elég nagy teljesítményegységekben léteznek. Hát például ez a kültéri DSPX sorozat, ez 500 és 1000 kV-amper között létezik. Na most, ha már beszélünk a kültéri védettségről, az inverter állomás az egy nagyszerű megoldás egy szabadtérbe telepített naperőmű esetén. Ugye az inverter állomás az egy konténeres egység, ami tartalmazza a fedélzetén az invertereket, de azon túlmenően nem csak az invertereket, hanem a középfeszültségű transformátort, a középfeszültségű kapcsolót és csatlakozó felületet, illetve DC oldalról a belépő kábel rendezőt. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy egy zöld mezőre kihelyezve egy olyan doboz, ami egyik oldalon a DC kábeleket fogadja a napelemek felől, a másik oldalán pedig egy középfeszültségű kábellel csatlakozik már a középfeszültségű hálózathoz. Hát röviden, amit elmondtam, itt most egy rajzon látszik, ugye három helységre oszlik ez az konténer, amiből egy helység az invertereket tartalmazza, egy helység a transformátort, és egy pedig a középfeszültségű kapcsolót, és természetesen itt különböző segédüzemi berendezéseket is el lehet helyezni, tehát nyilván egy inverter állomásnak saját klímaberendezése van, ugye ha belépünk, akkor ott világítás is van, el lehet ott helyezni számítógépet, egyebet, tehát ez tulajdonképpen egy kis állomás, amiben minden olyan funkció megvalósítható, ami egy naperőműben szükséges, és mindez ugye egy teherautóval a helyszínre szállítható, és gyakorlatilag egy-két napon belül beüzemelhető. Na most ennek a szintén amerikai változata, ennek az Európában szokásos inverter állomásnak, ez a SCID rendszer. Ugye a SCID rendszer az abból indul ki, hogy nem egy konténer belsejébe helyezzük el a rendszer elemeket, hanem ezeket az előbb mutatott kültéri invertereket egy sínrendszerre szabad térbe helyezzük el, és így helyezzük el külön a transformátort, szintén egy zárt, mondjuk ez a magyar szóval ez a transformátoros doboz, vagy BTR, betonházas transformátor, BHTR, akár beton, akár fémházba telepítve. Tehát ez inkább csak azt mondom, hogy a külső mechanikai konstrukciójában tér el az európai változattól, az elektronikai egység az ugyanaz. Most még talán megemlíteném, hogy ugye, hogyha egy ilyen inverter állomással egy centrál invertert valósítunk meg egy naperőműnél, az általában soha nem egy darab inverterből áll, hanem egy inverter állomásban mindig kettő vagy négy inverter helyezkedik el, tehát nem jelent egy pontos hibaforrást egy centrál inverteres naperőmű, hiszen azon belül is több inverter dolgozik. Bár nyilván kevesebb, mint hogyha string inverterekből építenénk meg egy rendszer, de belátható, hogyha mondjuk egy 1 megawattról beszélünk, akkor mondjuk 30 kW-os string inverterekből 300 darabra szükség lenne, míg egy centrál inverteres megoldással néhány inverterrel ki lehet szolgálni egy inverter állomással, egy vagy két power stationnel ki lehet szolgálni egy naperőművet. Na most talán a legelső előadásban szó volt róla az igazgató előadásában, hogy a vízgazdálkodás, illetve a megújuló energia gazdálkodásban a vízkészlet gazdálkodásra is mennyire figyelni kell. Hát tulajdonképpen ehhez kapcsolódhat ez a speciális inverter, ez az hidrosolajl. Ez egy olyan napelemes inverter, amely így alkalmas egy szivattyú vezérlésére, meghajtására. Tehát tulajdonképpen ez a szivattyú, ez akár vizet is pumpálhat, és talán mindjárt megnézhetjük ezen az ábrán, hogy hogy is működhet ez. Tehát ugye van egy hidroszolajl inverterünk, amely a napelemekből nyert energiával egy szivattyút működtet. Ez a szivattyú, ez pedig akár egy kútból öntözést tud végrehajtani, vagy egy másik megoldásban amíg süt a nap és termelődik az energia, addig ő a vízhelyzeti energiájává átalakítja tulajdonképpen az energiát, hiszen egy kútból fölpumpálja egy
valamilyen magasabban elhelyezett tartályba, és majd onnan később lehet öntözésre használni ezt a megoldást, tehát ennek különböző változatai vannak. Hát elsősorban a közel-keleti térségben használják ezeket a hidroszolej rendszereket. Gondoljunk bele, hogy ennek milyen haszna van egyébként vízzel rosszul ellátott félsivatagos területeken. Nagyon fontos napjainkban, és most már tényleg kevés idő maradt, az energiatárolás kérdése. Ugye tudjuk azt, hogy amiről szintén talán az első és második előadásban is szó volt, hogy az energiatárolás is egy kulcsfontosságú kérdés a jövő tekintetében, nem elég a napenergiáját nem elég átalakítani elektromos energiává, hanem azt tárolnunk is kell. Hát a Cielnek, mint hogy szünetmentes tápegység gyártásban egy profi cég, mondhatjuk azt, hogy van tapasztalatunk akkumulátoros energiatárolásban, tehát olyan rendszereket tudunk létrehozni, amely adott esetben több eszközből, több különböző energiatároló eszközből, akár még dízelagregátor felhasználásával is képes az energia tárolására is, nem csak az átalakítására. És hát például itt egy jó példa, hogy miért kell az energiát tárolni, ugye ez egy azért jó ez az ábra, hogy középen ez a görbe, két görbe közül ugye az egyik ugye egy naperőmű termelési görbéje, tipikusan napkeltétől napnyugtáig, ugye délben van a legtöbb, reggel, este kevesebb, illetve a felhasználás az viszont nem feltétlenül ezt a görbét követi, mert reggel és este talán egy háztartásban nagyobb az igény az energia felhasználására, mint napközben, viszont az ott megtermelt pluszt azt el tudjuk használni reggel meg este, tehát a nappali energiát el lehet tenni éjszakára. Hát erről talán sokat ne beszélünk, ez egy kábelrendező egység, talán még nézzük meg akkor a szoftver, illetve a szerviz témakört. Hát a monitoring rendszer ugye nagyon fontos egy naperőműről, hogy online információval rendelkezzünk az idő minden pillanatában. A Cielnek van egy szerverparkja Milánóban, ahol tulajdonképpen az összes eddig telepített Soleil inverternek a jele bevihető. Nem állítom, hogy minden jelet bevittünk eddig, de vannak olyan rendszerek, olyan nagyobb erőművek, amelyeknek az állapota ott követhető. Tehát nyilván felhő alapú, internet alapú. Nagyon sok erőmű csatlakozik ehhez a központi monitoring rendszerhez, és ezáltal akár a helyszíni szerviz szakemberek néhány másodperccel a hiba bekövetkezte után már is értesülnek róla, hogy valahol valamelyik erőmű, valamelyik stringjében, valamelyik napelem meghibásodott. Hát ezek, most már sok idő nincs, hogy ezekben végigmenjünk. Talán egy nagyon fontos, még a nagyobb naperőművek esetében a karbantartás távfegyület, szerviz. Hát ugye egy háztartási méretű kis erőműnél igazából karbantartásról nem beszélhetünk, de egy nagyobb naperőműnél nagyon lényeges az, hogy egy szakképzett szerviz rendelkezésre álljon. Hát szoktuk mondani, hogy aki a Ciel terméket vásárol, az tulajdonképpen a Ciel család tagja lesz, ahol legalábbis, ha nem is teljes érték, vagy teljes jogosultságú családtag, de minden esetre egy olyan szakértői hátteret kap meg, akár itt Magyarországon is, amely a termékek felügyeletét és megóvását el tudja látni a téma iránt elkötelezett és elszánt szakemberekkel. Jelenlétünk a világban, hát Magyarország is jelentem, hogy világos kék, tehát Ciel színekben sütkérezhet. Tanúsítványaink természetesen mind Magyarországon, mind nemzetközi vonatkozásban rendelkezésre állnak. Hát néhány referenciát szeretnék még itt bemutatni. Az legnagyobb magyar referenciánk az Magyarország határain kívül van, Székelyhídon, tehát ez a Románia Parciumi részén, a határtól néhány kilométerre van egy 1 megawattos naperőmű, egy ilyen Soleil PS990-es centrálinverteres megoldással, amely ugyancsak a milánói szerverparkon keresztül távfelügyelőtet élvez. Ezek a többi magyarországi rendszer nyilván ennél kisebb, tehát 50 kW-nál gyakorlatilag ezek mind kisebbek. Az Acsaújlaki kastély talán egy ilyen nagyon szép terület, itt szabad térbe helyeztük el a napelemeket és talajra telepítve, mert szabad térbe persze, hogy nem a pincébe helyeztük el, de azt akartam mondani, hogy nem a tetőre, hanem a hátsó udvarba, hogy a kastélynak az őszbenyomását ne zavarjuk meg. Egyébként gyönyörűek a napelemek, feketék, tehát ez nagyon dizájnos és illik a kastély milliójéhez. Hát itt egy 50 kW-os inverter, egy DSPX sorozatú inverter látja el a kommunikációt is, és hát illetve az energiatermelést.
egy mérésadatgyűjtővel rendelkezünk. Aztán egy másik vonal, ez a piarista gimnáziumok sorozata. Hát most a legelsőt azt szülővárosunkban, Vácon tudtuk, vagy székhelyünkön Vácon tudtuk megvalósítani. Azért vagyunk büszkék, mert ez egy műemléki épület, és itt a műemléki felügyelet hozzájárulásával és akadékoskodásával tudtuk elkészíteni a naperőművet. Tehát végül is úgy helyeztük el, hogy ez a külső homlokzatról nem látszik, tehát ez az épület belsejében, az udvarról lehet látni a rendházon, illetve a gimnáziumi szárnyon a naperőmű elemeit. Hát itt néhány string inverterrel valósítottuk meg a rendszert. Ez már a budapesti piarista gimnázium, szintén műemléki bádogtető, speciális korcolt bádog lemezekkel fedett tető. Elég komoly feladat volt itt is megfelelni a műemléki követelményeknek, és itt is string inverterekkel, több string inverterrel valósítottuk meg a csatlakoztatást. Ez az arab úr, ez az egyik kollégám itt jobb oldalon, a Nordic Light irodaház tetején mondhatjuk, hogy trópusi körülmények között dolgoztunk tavaly nyáron, de hát ez egy nagy irodaház, aminek a tetején szintén egy ilyen 50 kW-os erőmű valósult meg, szintén string inverterekkel. Így utólag azt mondom, hogy nagyon látványos, de hát maga az erőmű építés nem volt azért olyan egyszerű. Hát néhány, ez egy kisebb forgatórendszer, egy volt harckocsizó laktány, ezt csak azért mutattuk meg, hogy ilyenünk is van. Ez egy nagyon szép családi ház, ahol a tulajdonos maga készítette ezt a tartószerkezetet az udvarra. Orosházi önkormányzatnál több ilyen DSPX 50 kW-os egységünk is működik különböző célokra. Ez egy óvoda, amin szintén egy, azt lehet mondani, hogy talán nem is a nagyság, hanem az, hogy egy lapos tetős megoldás. Ez egy lovas tanya, hát ez talán csak azért, mert érdekes, hogy a istálló tetején is lehet naperőművet építeni. Illetve hát ez még egy kimondottan egyházi intézmény, a görög templom Beloyannisban, ami szintén érdekesség, hogy egyházi intézmény tetején is lehet. Váci kábeltelevízió, kastélyóvoda, idősek otthona. És akkor itt most tovább szaladunk, mert ezek UPS képek, és ez nem ide tartozik. Ez csak MTK stadion. Csak a végét szeretném megmutatni. Hát 1990-es cégünk 2015-ben volt 25 éves, és szeretettel várjuk Önöket bármikor, kolléganőmmel, illetve kollégáimmal állunk az Önök rendelkezésére. Köszönöm szépen a figyelmet!